Két másodperc, ennyivel kapott ki legutóbb az országos bajnokságon Hellebrandt Máté, és lett ezüstérmes. A nyíregyházi atléta bosszús volt, hogy hosszú idő után nem tudta megvédeni címét, de ez még dacosabbá teszi. 20 km-hez képest tényleg egy hajszál, egy választott el ahhoz, hogy megvédjem a bajnoki címemet, amit utoljára 2008-ban veszítettem el, szóval 2009-től ezen a távon veretlen voltam. Most sajnos eljött az az idő is, hogy a fiatalok le tudtak hajrázni, de nem úgy fogom fel, hogy rossz emlékem legyen belőle, hanem próbálom pozitívan felfogni, hogy a jövőben még jobban motiváljam magam ezekre az országos bajnokságokra. A sportoló számára mozgalmas lesz a következő időszak, mivel számos nemzetközi verseny is vár rá. Párizsban rendezik majd az olimpiát, ez pedig már a negyedik ötkarikás játékok lenne Máté számára. Tavaly óriási élmény volt, hogy hazai környezetben versenyezhetett a világbajnokságon. Természetesen hatalmas élmény volt, és hát pályafutásom egyik legmeghatározóbb verseny, hiszen Budapesten itthon rendezték meg az atlétikának tényleg az egyik csúcs versenyét, a világbajnokságot. Nagyon sok barátom és ismerősöm jött kiszurkolni, szóval tényleg hatalmas élmény volt, főleg úgy, hogy majdnem egy perces egyéni csúcsot értem el, szóval magamhoz képest is a legjobb eredményt tudtam elérni. Hellebrandt Máté az Európa-bajnokságon már biztosan ott lesz, teljesítette a kvalifikációs szintet, az olimpiára viszont világrangista helyezésével juthat ki, jelenleg a 40. hely környékén van, és a legjobb 48 indulhat majd Párizsban.